A kutatók szerint az internet 1990-es elindítása a világ legnagyobb hatású eseménye, amely alapvetően határozza meg az emberiség történetét. Az internet kinyitotta számunkra a világot, amiben az információk és a szórakozás korlátlanul hozzáférhetővé vált, de ezzel együtt kinyílt Pandora szelencéje is, és ránk zúdultak a vírusok, a kémkedés, a bűnözés és a káros tartalmak. Mégis úgy tűnik, hogy a legtöbb ember fittyet hány az internet veszélyeire, és csak az előnyökre koncentrál. Keleti Artúr kiberbiztonsági szakértővel egy kávézóban beszélgettünk, aki szerint itt az ideje, hogy megismerjük azt a virtuális világot, amiben élünk. A legtöbb ember általában nem azon gondolkodik egész nap, hogy őt hogyan tudják átverni, hogyan tudják becsapni, nem nézeget állna a háta mögé. Az átlagembert a funkció érdekli, az, hogy azt minél gyorsabban megkapja, azt minél hamarabb, ahhoz minél hamarabb hozzájusson, és minden biztonsági elem az tulajdonképpen az útjában áll. Ilyenek a jelszavak is. Az emberek azért választanak egyszerűbb jelszavakat, ha megtehetik, mert nem akarnak 6 millió jelszóra emlékezni, gyorsan hozzá akarják jutni a tartalomhoz, és ezért szerintem a biztonsági szakértőknek van felelőssége abban, hogy egyrészt hogyan próbálják meg az embereknek ezt elmagyarázni, milyen gyakran teszik ezt, milyen formában teszik ezt, másrészt milyen eszközöket használnak arra, hogy az embereket valamilyen formában rávegyék arra, hogy biztonságosabban viselkedjenek. Azt hozzá kell tegyem, hogy szerintem ma még ezek az eszközök nem 100%-ban jók. Tehát az, hogy vegzáljuk a felhasználókat azzal, hogy állandóan cserélgessék a jelszavaikat itt percenként, meg van 600 millió jelszavuk, ez nem a jó megoldás. Tehát szerintem az a jó megoldás, hogyha az eszközök ismernek téged, ismerik az embereket, ismerik a felhasználóikat, és tulajdonképpen szinte maguktól csinálnak biztonságot. Egyelőre azonban ennyire még nem okosak az eszközeink, tehát nekünk kellene annak lennünk. Elsősorban a személyes adataink szorulnak védelemre. Azt ma már mindenki tudja, hogy ami egyszer az internetre felkerült rólunk, az valószínűleg ott is marad, és visszaélhetnek vele. Arról is sokat hallani Edward Snowden óta, hogy személyiségi jogok ide vagy oda folyamatosan megfigyelnek minket a nagy szolgáltatók vagy a kormányok. De akkor hogyan védhetjük meg a privát szféránkat? Létezik még olyan manapság, hogy privát személyes adat az interneten, vagy ugye egyáltalán a világban? Nagyon jó kérdés az, hogy létezik-e magánszféra, ugye? Ez angolul privacy-nek hívják. Pár évvel ezelőtt született egy olyan tanulmány, hogy jövőre, tehát 2020-ban az adatainknak kb. 75%-át, az érzékeny adatainknak a 75%-át nem fogjuk tudni megvédeni. Tehát valamilyen formában ezek vagy kikerülnek az internetre, vagy mások által elérhetővé válnak. Magyarán nem lesz olyan méretű vagy olyan szintű a magánszféránk, mint amilyen azelőtt volt. Van egy másik faktor is, ez pedig az, hogy az adatok mennyisége is növekszik, hihetetlen mennyiségű adatot tudunk gyártani, sokkal többet, mint amit akár elemezni, akár megvédeni tudunk, és ez egy másik faktor, tehát olyan adatok is keletkeznek, ami azelőtt nem keletkezett. Az, hogy mondjuk én azt mondom a feleségemnek, hogy lemegyek a közértbe vásárolni, de hogyha ránéz a telefonjára, akkor látja, hogy nem is a közértben vagyok, hanem valahol máshol. Ez azelőtt nem létezett. Most meg már létezik. Behoztuk a kütyüket, behoztuk az adatokat. Magyarán nem csak azt kell megérteni, hogy a hagyományos dolgokat, mondjuk azt, hogy a gyerekemet hogy hívják, meg hogy hol lakik, nem csak ezeket kell megvédenem, hanem olyan dolgokat is, ami azelőtt még nem volt. Ezt magyarul adattestnek, adaténnek hívjuk, data self angolul, talán így lehet a legjobban megfogalmazni, vagyis adaténünk. És ez egy olyan fogalom, ami szerintem túl absztrakt, túl elvont az emberek számára, nagyon nehezen fogják megérteni, hogy miközben mi beszélgetünk fizikailag, a mi adattestünk, a mi virtuális személyiségünk az interneten csinál valamit, vásárolgat, vagy esetleg éppen egy hacker próbálja ellopni valahonnan, vagy megpróbálja valamire rávenni. A jövő kutatással is foglalkozó szakember azt is elárulta, James Cameron Avatar című világhírű sci-fije hamarosan valósággá válhat. Na, nem úgy, mint a filmben, de virtuálisan valóban lehet egy klónunk, aki helyettünk intézel dolgokat. Ez az egész internetes személyiség a következő években ki fog egészülni a mesterséges intelligencia által kínált lehetőségekkel. Tehát lesznek olyan avatárjaink, lesznek olyan eszközeink, amik helyettünk fogják a nevünkben az internetet barangolni, és bizonyos dolgokat fognak csinálni. Időpontokat egyeztetnek másokkal, adatokat cserélnek másokkal. Magyarán hozzá kell szokni az embereknek ahhoz, hogy van egy kivetülésük ebbe a, vagy bevetülésük, ha lehet így fogalmazni, ebbe az adat.
világba, ebbe a kibertérbe, igen. És meg kell szokniuk, hogy ők nem csak fizikailag vannak jelen a világban, hanem van egy digitális verziójuk is. És ennek a digitális verziónak az összes létező paraméterét, adatát, stb. Azt meg kell valahogy védeniük. A helyettünk beszélő jövőbeni avatárunk, azaz internetes klónunk megértéséhez érdemes tudni, hogy egy moszkvai laboratóriumban nemrég olyan mesterséges intelligencián alapuló algoritmust fejlesztettek, ami egyetlen fotóból is képes videót készíteni úgy, mintha abban a képen látható személy szerepelne. Ezzel a technikával mondattak el Barack Obama elnökkel egy olyan szöveget, amit sosem mondott el. Az álhírek generálására alkalmas manipulációs lehetőség, mondanunk sem kell, rendkívül veszélyes, de előnyei is vannak. Erről a deepfake jelenségről van szó, ezzel a hamisítás, videóhamisítás jelenségről van szó, ami nyilvánvalóan a negatív oldala jelent meg először, általában ez a jellemző, hogy lehet valamit hamisításra felhasználni. A kutatók ott tartanak most már, hogy nem kell hozzá egy videófelvétel, hogy valakit megmozgassanak, hanem elég hozzá egyetlen egy darab állókép. Minél több kép van egyébként valakiről, annál jobban meg tudják a dolgot oldani. 32 fotóból, selfieből, mondjuk egy telefonról ellopott képekből már nagyon élethű, mozgó képet tudnak csinálni. Ezt a technológiát arra is felhasználhatják, például, ahogy láttuk is a bemutatókban, hogy festményeket megmozdítanak. Például a Mona Lisa így tudott megszólalni, így tudott beszélni, vagy például Salvador Dali nem olyan régen egy ilyen technikával került megmozdításra. Valamelyik múzeumban például maga a mester mutatja be a saját műveit, mozog és beszél a látogatókhoz. Magyarán ez a technológia arra nagyon jó, hogy a mi digitális énünket akár egy fotóval vagy pár fotó alapján le tudja modellezni, és helyettünk például mondjuk egy videócsetben, egy videóbeszélgetésben, akár egy ilyen interjúban is fel tud lépni egy ilyen digitális én, egy ilyen digitális avatár. Tehát a kutatók azért fejlesztik ezeket a rendszereket, hogy ezt a digitális ént, amiről beszélgettünk, vizualizálni tudják, tehát ne csak adatok legyenek, hanem fizikailag is megjelenjen a térben. A hang is olyan, ugyanúgy, mint a kép, amit lehet hamisítani. Sajnos nem olyan régen történt is egy ilyen eset, hogy mesterséges intelligenciával, hamisított hanggal kicsaltak több mint 240 ezer dollárt egy angliai székhelyű, német tulajdonú cégtől, ahol a pénzügyi vezető meghallotta a főnökének a hangját, aki német akcentussal beszélt angolul, és elhitte, hogy ez ő. És ezért végrehajtott egy utalást, amit nem kellett volna. Úgyhogy igen, tehát a hangot is lehet már hamisítani. Hát ezek akkor egyértelműen az óriási veszélyei ennek a technológiának, a haszna pedig az, hogy végül is időt spórol nekünk egy kicsit olyan, mint hogyha egyszerre lehetnénk több helyen a világban? Így van, ahogy most már egyszerre vagyunk több helyen az e-mailben, a közösségi oldalakon, a kalendárokban, a naptárokban, sok minden máshol, úgy a jövőben ezek a rendszerek, ezek helyettünk tudnak bizonyos dolgokat végrehajtani. És mondjuk mennyire jó ötlet az, hogy mondok egy példát, mondjuk hosszú repülőúton vagyok, de a gyermekem lefekszik. Nem tudok tőle elbúcsúzni, de lehet, hogyha meg tud engem nézni fizikailag, ahogy mondjuk az az üzenet, amit elküldtem neki lefekvéskor, azt én mondom ki, az én arcom mondja, az én hangom mondja, nem csak egy e-mail, nem csak egy üzenet, az valószínűleg sokkal megnyugtatóbb lesz számára. Tehát ennek a jó oldala is megvannak, mint ahogy általában minden ilyen digitális dolognak. A hírhamisításokkal eddig is terhelt világunkban a videomanipulálás beindulásával még nehezebb lesz hitelesen tájékozódni. A hírhamisítás az egy nagyon izgalmas téma, gyakorlatilag most a legfontosabb, ami lázban tartja a közösségi oldalak üzemeltetőit, de ugyanúgy a politikusokat is, hiszen választási kampányokban nagyon könnyen lehet beavatkozni meghamisított videókkal, nagyon könnyen lehet manipulálni embereket arra, hogy megvegyenek mondjuk termékeket, vagy adatokat küldjenek valahova, hogyha egy szerintük megbízhatónak mondott személy kéri őket erre, vagy ad javaslatokat. Igen, a tényeknek az ellenőrzése, akár műszaki eszközökkel is, például mesterséges intelligencia vagy gépi tanulással, az a jövő egyik legfontosabb eleme lesz. A Facebook például egy olyan rendszernek a bevezetését tervezi, ahol megpróbálják a saját motorjuk segítségével megtippelni valamiről, hogy hány százalékban igaz. Ez egy szórakoztató dolog lesz, tehát amikor fölmegyünk az internetre, és akkor nézzük a hírfolyamokat, és ahhoz már nekünk is kell egyfajta tényellenőrzést végrehajtanunk.
hogy rájöjjünk, hogy valami igaz vagy nem igaz. Egyébként a közösségi oldalak például, vagy portáloknak az üzemeltetői egyre gyakrabban nyúlnak úgynevezett biztonságos hírforrásokhoz, ahol agregálják, összegyűjtik számukra azokat a hírforrásokat, amik megbízhatóak, ellenőrzik, visszaellenőrzik a tartalmát egy ilyen dolognak, például egy ilyen videónak is, és úgy adják tovább, hogy az már valamilyen ellenőrzésen átesett. De térjünk vissza internetes személyiségünk védelmére. A kiberbiztonsági szakértők szerint ugyanúgy kellene erről gondoskodnunk, ahogyan lakásunk betörés védelméről. Érdemes kockázatelemzést végezni, mi számunkra a védendő érték, és azokat biztosítani a legjobban. Mi nekem a legfontosabb az életemben? Mondjuk az Instagram profilom. Akkor azt kell jól megvédeni. Mit csinálják ennek érdekében? Mondjuk válasszak egy olyan jelszót, ami kiállja az idők próbáját. Legalábbis egy pár hónapig biztosan jó lesz. Ez alatt azt értem, hogy nem a kutyám neve, nem a kedvenc virágom, és 1-2-3-4-5-6, meg ilyesmik, meg ne írjuk bele olyat, hogy mit tudom én, mondjuk Andreának hívnak, akkor nem Andrea Instagram 12. Ez nem fog menni. Ezeket a legkönnyebb kitalálni egyébként, és amikor a hackerek jelszavakra vadásznak, akkor nem úgy történik ez a dolog, hogy megpróbálják beírgatni, hanem adatszivárgások, adatlopások mentén megérkezik nagy mennyiségű adat a hackerekhez, vagy megvásárolják, és utána abban keresni fognak. Ott általában titkosított jelszavakkal találkoznak, viszont a titkosított jelszavakat nagyon könnyű föltörni, ha ilyeneket keresünk benne, hogy Instagram, Andrea, meg 1-2-3-4-5-6, ilyesmi, ezek a legjellemzőbbek. Magyarán válasszunk egy rendes jelszót, de ez még sajnos ma nem elég. Pont azért, mert szivárok adnak a jelszavak, hanem állítsunk be mondjuk több faktorú azonosítást. Olyasmit, mint amit a bankokban már megszoktunk, hogy a bankoláskor kapunk egy kódot például, és azt kell beírnunk. Még biztonságosabb, hogyha nem SMS-t választunk, hanem vannak a telefonokra például már olyan többfaktorú azonosító rendszerek, amik földobnak egy kódot, és ezt a kódot kell beírnunk az adott oldalra. Például ezzel a többfaktorú azonosítással már nagyon nagyot léptünk afelé, hogyha valaki be akar lépni a rendszerbe, akkor egyrészt szól róla a szolgáltató, hogy volt itt egy próbálkozás, de nem sikerült, tehát tudjuk, hogy valaki próbálkozik vele. Ezt a plusz biztonsági kaput a különböző szolgáltatók biztosítják számunk? Ha az emberek kérik, és ez a kulcs. Tehát nem tudnak róla, hogy mondjuk a Facebook vagy az Instagram lehetőséget ad erre. Így van. Arra buzdítok, hogy használják ezeket a szolgáltatásokat, és ami nagyon fontos, hogy nem csak a hacker ellen védekezünk, ugye ez egy fontos kérdés, sokan ilyenkor azt szokták nekem mondani, hogy de hát én senki se vagyok. Igen. Milyen hacker próbálná meg az én adatomat letölteni? Először is a hackerek nem feltétlenül egy konkrét személy iránt érdeklődnek, nem szemelnek ki valakit maguknak, hanem nagy mennyiségben kapnak adatot, azokon dolgoznak, azt feltörik, és utána lehet, hogy részt veszünk majd valamilyen betörésben, úgyhogy nem is tudunk róla. Ez az első probléma. Kettő. Mindig van olyas valaki, vagy lehet olyas valaki, akinek problémája van velünk. Ezt nem is biztos, hogy tudjuk. Ha mondjuk közösségekbe járunk, például diákként mondjuk középiskolába, vagy akár általános iskolában most már, ott lehet egy csomó ellenségünk, úgyhogy fogalmunk nincs róla. Ők szintén vadászhatnak a különböző online dolgainkra, megpróbálják kitalálni a jelszavunkat, megpróbálnak minket zaklatni, vagy megpróbálnak minket valamilyen formában bemártani, vagy olyan dolgok részesévé tenni, amit nem akarunk. Ezeket csak úgy lehet kivédeni, hogyha vigyázunk ezekre az értékeinkre. A következő részből megtudhatják, hogyan kerüljék el az internetes átveréseket, és hogyan védjék gyermeküket a netes veszélyektől.